a patak is megáll egy percre, a rügy kipattan, a szél tapsol, a fül is mesél, suttog alattan. Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ előadóterme, ugyanis ismét megrendezték a Hollós László természetismereti versmondó versenyt. Az indulók egy tetszőleges szerzeményt adhattak elő. Egyetlen kikötés volt, mégpedig, hogy az alkotásnak a környezet, az élővilág sokszínűségét, az ember és a természet kapcsolatát kell kifejeznie. A madárénekkel készültem, ilyen természetes vers, madarakról szól is. Ennyi. Miért pont ezt választottad? Azért, mert ez ilyen aranyos, meg ilyen, hogy is mondjam, aranyos, meg ilyen kifejezi azt, hogy ők hogy érezhetnek. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? A szavaló versenyt utoljára 2020-ban tudta megszervezni az intézmény, így nem is csoda, hogy ilyen népszerű volt a program, ugyanis megközelítőleg 150 kisdiák vett részt az eseményen. Ebben a három korcsoportban szinte valamennyi szekszárdi általános iskola, és nagy örömünkre a vármegye több településéről, ha jól emlékszem, 6-7 települése is érkeztek diákok, számos felkészítő tanára a szülővel, úgyhogy én azt gondolom, kiváló a hangulat, nagy az izgalom a gyermekek között, és ezzel is folytatni tudjuk azt a tematikus gyermekeknek szóló versenysorozatunkat, amelyben rajzpályázatok, irodalmi művek, szavalóversenyek mellett most egy természetismereti szavalóverseny zajlik. A rendezvényt egyébként 2009-ben nevezték el a világhírű szekszárdi természettudósról, mikológusról, Hollós Lászlóról. A szavaló verseny célja elsősorban a gyerekek természet szeretetére való nevelése és a környezettudatos szemlélet formálása.